Na most. Bocsánat, ebben az esetben nulla az a fáj név? Így van. De ebből nyílik egy null nevű könyvtár, akkor a leírása van semmi különbség nincs. Majd... Ne, jó, tehát két részletben. A válasz a következő. Nem lehet egyidejűleg ugyanabban a könyvtárban egy könyvtár és egy fájl ugyanazon a néven. Tehát lehet, hogy neked van egy PDF per null nevű könyvtárad, de akkor nincsen PDF per null nevű fájlod. Kettő, te azt mondtad, hogy ebben az esetben a végén van egy tört vonal. Ez félig igaz. Azaz, én például szeretem azt az elvet alkalmazni, hogy amikor valakinek mindenképpen jelezni akarom, hogy ez egy könyvtár név, akkor nem azt írom le, hogy PDF, hanem azt írom, hogy PDF per. De technikailag annak a neve az, hogy PDF, és bármelyiket írod, általában a szoftverek gyönyörűen kezelik. Általában. Mondjuk úgy, én még nem találkoztam az ellenkezőjével, tehát informatikus olyat, hogy ez biztosan itt van, nem mer mondani. Tehát a PDF per null az ettől egy nem hozzáértő számára semmit nem mond. Nem tudjuk, hogy ez null nevű fájl, vagy null nevű könyvtár. Egy hozzáértőnek vannak tippei, hogy ez egyébként fájl, de neki sem biztos, hogy igaza van. Mert, mondtam, lehetek én egy olyan direkt keresztbe teszek a másiknak ember, hogy noha az emberek zöme úgy képzeli, hogy ott van egy ilyen-olyan olyan fájl, én just is csinálok egy könyvtárat ezen a néven. Nyilván, ez megszüntetem előbb a fájlt, majd létrehozom a könyvtárat. Nem lesz jó, mondta Def Perdul, az ilyen szempontból egy eléggé sajátos dolog, elég rendesen fejre lehet állítani a rendszert vele, hogyha elkezdek és könyvtárat hozok létre ilyen néven. A lényeg tehát, ugyanabban az időpillanatban nem lehet azonos nevű. Na most, a következő per ETC Resolve Conf, ez megint egy olyan dolog, hogy a névből összesen csak annyit lehet tudni, hogy a gyökérkönyvtárban van ezek szerint, vagy én azt hiszem, hogy van egy ETC nevű alkönyvtár, és ebben az ETC nevű alkönyvtárban van egy Resolve Conf nevű bejegyzés. Megint csak magából a névből nem mondható az, hogy ez könyvtár vagy nem könyvtár. Ha azt írtam volna, hogy per ETC per Resolve Conf per, akkor ezzel azt sugallom, hogy a Resolve Conf az egy könyvtár. És egyébként nagy eséllyel a szoftverek ebben az esetben már nyafognak is, ha ott nem könyvtárat, hanem egy ilyen nevű fájlt talál. De ez sajnos szoftver áll, múlik, hogy ő ténylegesen elkezde problémázni az, hogy te egy nem könyvtár típusú fájl neve mögé oda tetted ezt a egyéb könyvtár nevekre jellemző történet. Per home, per felhasználó, per pont profile, ugye, mi tudunk, gyökérkönyvtárnak van home nevű alkönyvtára. Ennek ezek szerint feltételezem, hogy van egy felhasználó nevű alkönyvtára, és ebben van egy, immár mondhatom nyugodtan, hogy rejtett fájl, amit az állam, hogy pont profile. Bocsánat, az előzőek alapján megint nem tudom, hogy fájl-e, mert magából a névből ez nem állapítható meg. Na most, ezek, amik itt szerepelnek, ezek nevesítve abszolút elérési útvonal adott fájlnevek. És tovább megyek, sajnos itt rögtön jön egy újabb, szokatlan megközelítés. A Unix világból jött, és a Linux világban is használják ugyanazt, hogy itt minden fájl. A könyvtár az csak a fájlnak, mint általános, nagyobb kategóriának csak egy részhalmaza. Amennyiben te ugye úgy fogalmaztál eddig, ahogy egyébként én is fogalmaztam, hogy vannak a fájlok, meg vannak a könyvtárok, akkor ezzel nyilván ez egy kicsit szembe megy ez a megközelítés. Úgyhogy fogalmazzunk úgy, Linux alatt minden fájl. Van olyan fájl típus, aminek egyébként a rendes, becsületes neve az, hogy közönséges vagy egyszerű fájl. Angolul egyébként úgy is szokták mondani, hogy ordinary file. Ez az, amit átlag ember egyébként fájlként tapasztal.
de ennek a tágabb értelembe vett file fogalomnak egy másik része az, amit én ugye könyvtárként, teljesen mappaként említesz. Azaz, noha eddig is így mondtam, későbbiek során is valószínűleg lesz, amikor így fogom mondani, hogy file és könyvtár. Ennek ellenére ennek a hivatalos megfogalmazása az, hogy egyszerű vagy közönséges file és könyvtár. És mindezek egy közös kategóriában vannak, amely közös kategóriában egyébként egyéb fájltípusok szintén léteznek. Azaz van még pár fájltípus, amiről itt egyelőre nem volt szó. Ezek neve persze pontosan ugyanígy írható le. Mint mondtam, ez az úgynevezett abszolút elérési útvonal. Jellemzője nagyon egyszerű. Úgy néz ki a név, hogy tört vonal van a legelején. Tehát per, ez abszolút elérési útvonal, megadta vagyok egy könyvtár nevé. Per def per null, abszolút elérési útvonal, megadtam egy valamilyen bejegyzés nevét. Per etc resolve.conf, per home, per felhasználó, per pont profile. Abszolút elérési útvonal, megadtam valaminek a nevét. Mit értek az alatt, hogy abszolút elérési út? Ugye látható, ránézésre megmondható, hogyha ennek a struktúrának a tetejétől elindulok, akkor merre felé haladva fogom elérni magát az adatot. Van egy ellentéte, neve relatív elérési útvonal. Definíció szerint annyi a különbség, hogy nincs a név elején a tört vonal. Azaz, relatív elérési útvonal az, amikor azt mondom, hogy pont profile. Relatív elérési útvonal, amikor azt mondom, hogy etc per host. És van egy probléma vele. Nem mondható meg egyértelműen, hogy ez hol levő adatra hivatkozik. Minden könyvtárban lehet pont profile, nem szokott, de azért több helyen jellemző. Tulajdonképp minden könyvtárban lehet egy RTC nevű alkönyvtár, kivéve ha van egy RTC nevű nem könyvtár típusú bejegyzés, és ebben az alkönyvtárban lehet host nevű bejegyzés, de az, amikor én ezt relatív módon adom meg, akkor ezzel egyértelműen nem mondtam meg, hogy ez hol van. Itt jön be az, hogy egy relatív útvonallal megadott file név esetén, vagy megmondom, hogy mihez képest relatív, tehát hogy honnan kezd el keresni, vagy pedig nem tudom egyértelműen megmondani, hogy ez a sok azonos nevűből melyik. Tehát, ha én azt mondom, hogy pasvd, akkor ez semmit nem mond. Utalok egy valahol levő fájra, aminek az a neve, hogy pasvd. De nem mondtam meg, hogy hol van. Ha azt mondom, hogy per etc, per password, akkor ez egyértelmű. Ha azt mondom, hogy per usr per bin per password, ez is egyértelmű. De csak annyit mondok, hogy pasvd, akkor nem. Tehát mit kell csinálni? Ha relatív file neveket akarok használni, akkor azt is meg kell mondani, hol van az, amiről beszélek. Azaz, ha pasvd nevű file-ra hivatkozok, a per etc-ben. A pasvd-re hivatkozok, a per usr per bin-ben, vagy a pasvédére hivatkozok, a én saját home könyvtáramban. Ezzel ugye megint mondtam egy új fogalmat, amire hamarosan ugye visszatérek. De ha ez az én home könyvtáram, vagy az én saját könyvtáram egyértelműen azonosítható, akkor ezzel egyértelműen azonosítható, hogy melyik pasvédi nevű adatra hivatkozok. Azaz, relatív nevek használata jó, mert kevesebbet kell gépelni. De ahhoz, hogy egyértelmű legyen a dolog, azért ezt valamilyen módon jelezni kell, hogy pontosan melyik is a sok azonos nevűből az, amelyikre én konkrétan gondolok. Úgyhogy, itt gyorsan
pár apró parancs, hogy ez a dolog kicsit kerekebb legyen. Amikor én bejelentkezek egy Linuxos környezetbe, akkor a bejelentkezési eljárás ebben a könyvtár struktúrában valamilyen könyvtárba betesz. Beállít nekem egy ilyen aktuális könyvtárat, munkakönyvtárat, több különböző névvel illetik. Ez lehet, hogy a gyökérkönyvtár, lehet, hogy a PER TMP, lehet, hogy valami más. Hagyományosan a felhasználóknak van egy saját könyvtáruk. Hagyományosan ezt jellemzően PER HOME PER bejelentkezési név néven lehet elérni, de ez egyrészt rendszergazda függő, másrészt valahol ezt PER USER-nek, tehát PER USER PER bejelentkezési név, valahol PER USERS-nek, valahol PER USR-nek hívják. Ezért szokták általában azzal a szimbolikus névvel illető, a felhasználó HOME könyvtára. Ez ma már, mint mondtam, elterjedtem PER HOME PER login név. De nem egyértelmű. Ezért aztán nyilván, ameddig az ember tanul egy adott környezetet, addig eléggé egyértelműen jól jöhet az a parancs, ami megmondja, hogy hol vagyok. Oké, a bejelentkezés során bekerültem valahova, de hol van ez a valahol? Print Working Directory a parancs neve. Nem igényel paramétert, sőt, nem is vár paramétert, ez nem igaz. Láttam már embert, aki használta a PVD-nek a paraméterezését, javasolván hanyagolt. Szóval a PVD paraméterek nélkül kiírja, hogy te jelen pillanatban hol vagy ebben a könyvtár struktúrában. A könyvtár struktúrában természetesen megfelelő jogosultság birtokában te változtathatod a helyzetedet, erre szolgál a Change Directory, azaz CD nevű parancs. Itt hívom fel a figyelmet, hogy aki esetleg még emlékszik a DOS-os időszakra, ott a CD parancsot írhattad úgyis, hogy CHDIR, legfeljebb nem szokták, mert hosszabb. Ugyanilyen módon az MKDIR és RMDIR, DOS alatt egyébként írható rövidebb formában, Linux alatt nem írható. Pontosabban, ha addig, ameddig te meg nem csinálod, addig csak ezek a nevek érvényesek. Azaz, a CD-t azt rövid formával lehet leírni, CD és paraméterként egy könyvtár nevet vár. Ez a könyvtárnév természetesen lehet relatív módon megadott. Ebben az esetben deklaráltan abból a könyvtárból indulunk ki, ahol te jelen pillanatban vagy. Tehát ha azt mondom, hogy CD, szó köz, ETC, akkor ez feltételező, hogy az aktuális könyvtáradban van egy ETC nevű alkönyvtár. Jogod is van rá, hogy te belépjél. Ha azt mondod, hogy CD PER ETC, akkor azt mondja, hogy nem tudom, mi van az aktuális könyvtárban, nem is érdekel. A gyökérkönyvtárban várod el, hogy legyen egy ETC nevű könyvtár, és amennyiben jogod van rá, akkor beteszünk ebbe a könyvtárba. Mindkét esetben ugye a sikeres végrehajtás után a PVD már a megfelelő új könyvtárnevet fogja kiírni. Na most, még DIR nevében benne van még Directory, tehát ugye alkönyvtár létrehozása. Ugyanúgy, abszolút vagy relatív útvonal. Ha relatív, akkor azt feltételező, hogy az aktuális könyvtárból mondod meg, hogy hol akarod megcsinálni. Mit mondtam? Relatívot? Akkor jól mondtam, bocsánat. Ha abszolút, akkor természetesen ugye maga a név egyértelműen meghatározó, hogy hol akarod megcsinálni. Na most, van két meglehetősen speciális könyvtárnév. Az egyiket úgy hívják, hogy pötty, pont, vagy angol nyelvű irodalomban dot. A másikat úgy hívják, hogy pötty-pötty, pont-pont, vagy angolul ugye dot-dot. Tehát az egy pont, illetve a két pont, mint könyvtárnév. Ezek a könyvtár nevek minden létező könyvtárban létező könyvtárnevek. Más kérdés, hogy a pontot viszonylag ritkábban használják,
mert ez mindig azt a könyvtárat reprezentálja, amelyikről éppen beszélek. Tehát ha azt mondom, hogy CD pont, akkor mivel ugye a paraméter nem tört vonallal kezdődött, azaz relatív útvonallal adtam meg, az aktuális könyvtárnak a pont nevű könyvtárába szeretnék menni. Definíció szerint a pont az mindig az a könyvtár, amiről beszélek. Tehát technikailag a CD pont egy rendkívül bonyolult módja annak, hogy ne csinál semmit. Ha azt mondom, hogy CD per ETC per pont, akkor mivel ugye abszolút elérési útvonal volt, ezért a gyökérkönyvtárban levő ETC könyvtárban levő pontba, tehát ugye a gyökérkönyvtár ETC nevű könyvtárával akarok menni, megint csak egy kicsit többet mondtam a feltétlenül szükségesnél, mert mondhatom, hogy CD per ETC. Meg persze azt is mondhatom, hogy CD per ETC per pont, legfeljebb sok értelme nincs. Viszonylag ritka, amikor a pontot, mint könyvtárnevet, önmagában használják. Bizonyos feladatokhoz kényelmes, jól jön. Általában ritkasága használata, de tudjál róla, bárhol használhatod. Sőt, olyan borzalmakat is mondhatok, hogy per pont, per ETC, per TMP, per pont. Ebben a kétszer szereplő per pont, ez csak azért, hogy bonyolult legyen. Valódi értelme nincs, könnyíteni nem könnyíti a helyzetet. Ellenben a másik, minden könyvtárban szereplő bejegyzés, ugye a dot-dot, az egyennél sokkal fontosabb. Könyvtár, minden könyvtárban az adott könyvtár úgynevezett szülőkönyvtárát jelenti. Hogy kell ezt érteni? Veszem a könyvtár teljes elérési útvonal adott nevét, és ebből elhagyom a legutolsó tagot. Per USR per TMP. Ebből elhagyom az utolsó tagot, ugye az a TMP, ez lesz a per USR per, vagy ugye egyszerűbben a per USR. Tehát a per USR per TMP szülő könyvtára, ez a per USR. Ha veszem azt, hogy per var per spool per LP, akkor ha per var per spool per LP per pont pont, ugye úgy áll elő, hogy a var per spool per LP az utolsó tagot. LP-el vagyunk, var per spool per, tehát var per spool. Na most, csavar, ha azt mondom, hogy minden könyvtárnak van pont, illetve két pont bejegyzése, akkor ebből sajnos következik az is, hogy a gyökérkönyvtárnak is van. Na most a per pont pont mi a francot jelent? Ha a per névből elhagyom az utolsó tagot, akkor mi marad? Tipikusan ugye van a jónak látszó, de nem annyira jó válasz, hogy a semmi. Meg az, hogy hát az utolsó tagot hagytam el, az nyilván a tört vonal utáni izé. Tehát a tört vonal utáni semmit elhagyom, akkor elhagytam a semmit. Magyarul marad a tört vonal. Azzal az kicsit nyakatekertem, de azt mondtam, hogy a gyökérkönyvtárban is lehet hivatkozni a pont-pont nevű bejegyzésre, és az magát a gyökérkönyvtárat jelenti, ami technikailag azt jelenti, hogy hivatkozhatsz rá úgy, hogy per, meg úgy, hogy per pont, meg úgy, hogy per pont-pont. Fizikailag ez mind ugyanazt jelenti. Az operációs rendszer majd elintézi helyettem ezeket a meglehetősen furcsa, tudathatatásos elnevezéseket. Van vele persze egy kis gond. Amikor én utoljára kipróbáltam, akkor a Microsoft világában bementem egy iszonyatosan mély könyvtár struktúrába. És azt mondtam, hogy CD pont pont. Aztán CD pont pont, aztán CD pont pont. Ezt egy darabig ismételgetve egyszer csak azt mondta, hogy bináris 4, te innen már nem tudsz tovább menni. Mert elértem a gyökérkönyvtárat. Ami nagyon jó, mert nem a végtelenségig kell ezt csinálnom, hogyha a tetejére akarok jutni. Ellenben Unixos, Linuxos környezetben azt mondom, hogy CD pont pont, jó. CD pont pont, jó. Na de a CD pont pont a gyökérkönyvtárban is működik, tehát itt ezt a végtelenségig lehet játszani. Nem okoz neki problémát, nyilván amikor elértél a gyökérkönyvtárra, akkor gyökérkönyvtár szülőkönyvtár, aki persze őt magát fogja érteni.
Ezt a speciális könyvtárnevet viszont sokkal sűrűbben használják, elsősorban a relatív fájlnevek megadásánál. Tehát amikor azt mondom, hogy MKDIR pont-pont per izé, akkor ez megint csak, mivel nem tört vonallal kezdődik a név, nem abszolút útvonal, hanem relatív, tehát az aktuális könyvtárból kell kiszámolni, hogy ez hol is kell, hogy létrejöjjön. Mivel úgy kezdődött, hogy pont-pont, ezért gyakorlatilag ugye az aktuális könyvtár szülőkönyvtárához följebb lépek, és ebben a szülőkönyvtárban akarom létrehozni az előzőkben izének nevezett alakönyvtárat. Természetesen, hogy ez az előzőekben is igaz volt, csak nem hangsúlyoztam. A sikeressége persze hazudulik, van-e rá jogom? Csak éppen még a home könyvtárban, ahova ugye a bejelentkezés általában papír. Általában az a jellemző beállítás, hogy neked van rá jogod, hogy lépegess a könyvtár struktúrába, módosítsd ezt a struktúrát, addig ugyanezt a home könyvtáron kívül általában nem kapod meg. Következésképpen, ha azt mondod, hogy MKDIR pont-pont per izé, akkor minden további nélkül kaphatsz valami permission denied jellegű hibai szeretet, azaz nincs rá jogod. Ugyanilyen módon adhatod te abszolút elérési útvonalon. MKDIR per izé. Nagy eséllyel, nem rendszergazda felhasználóként, te összvisz egy hiba üzenetet fogsz kapni, nincs rá jogod. Nyilván a előző alkalommal emlegetett nyelvi beállítások függvénye, hogy te most permission denied, jogosultság probléma, jogosultság megtagadva, vagy mit tudom én, micsoda. Lesz a hiba üzenet, amit egy ilyen utasításnak kaphatsz. Összefoglalva tehát, bejelentkezéskor te bekerülsz ennek a fa struktúrának a közepébe. Valahova. Ebben a struktúrában te gyönyörűen lépegethetsz, CD parancs. Bármikor megkérdezheted, hogy hol vagy, DVD parancsa. Sőt, ugye előző alkalommal az is szerepelt, hogy akinek kedve van, a prompt be is állíthatja arra, hogy ezt automatikusan mutassa is. Sok disztribúció alapban be is állítja neked, hogy az a parancsavárás jele, az tartalmazza azt az információt, hogy te fizikailag hol vagy. A könyvtár struktúra bizonyos részeiben te módosíthatsz, hozhatsz létre, MKDIR, törölhetsz. Amit nem mondtam el. A CD parancs paraméterek nélkül nagyon kényelmes, mert teljesen mindegy, hogy hol vagy a struktúrában, betesz ugyanoda, ahova a bejelentkezéskor kerültél, ebbe a home-nak nevezett területbe. Az MKDIR és az RMDIR nagyon kényelmes. Nem csak egy, hanem két, három, öt, tíz, 150 ezer paramétert is megadhatsz. MKDIR alma, szóköz körte, szóköz teve, semmi gond. Amennyiben a jogosultság adott, amennyiben nincs névütközés, akkor ezeket meg tudja csinálni. RMDIR alma, körte teve, ha a jogosultság adott, ha az adott nevű könyvtárak léteznek, és üresek, akkor meg is tudod szüntetni. Üres, ez alatt azt kell érteni, hogy kizárólag az előbb elhangzott pont és két pont nevű bejegyzések szerepelnek a könyvtárakban, nem szerepel semmi egyéb. Azaz, amikor ugye már lesz listázó parancs, akkor figyelj oda, hogyha törölni akarsz valamit, és azt kapod, hogy nem üres, akkor azt valószínűleg nem véletlenül kaptad. Hozzáteszem, van egy meglehetősen gyakori probléma. Technikailag rendszerfüggő, hogy a probléma mi módon érvényesül. Van olyan, hogy azért nem tudsz valamit törölni, mert üresnek üres, de te benne vagy az adott könyvtárban. RMDIR pont! Vagy RMDIR annak a könyvtárnak valamilyen abszolút vagy relatív útvonalra megadott formája. Van olyan rendszer, amely azt mondja, hogy tulajdonképp miért ne tehetném meg, ha a könyvtár egyébként üres, akkor kitörlöm neked. Ez nagyon kellemes, mert ilyenkor te ott maradsz lógva a levegőben.
Ilyen esetekben, ha egyébként ritkaság lesz, hogy ilyennel találkozol, de ha véletlenül találkozol, ennek a legegyszerűbb megoldása, hogy gondolkozol. Mielőtt törölni akarsz valamit, ellenőrizzed. Vagyok véletlenül én benne? Van benne esetleg valami? Használja bármi? És nyilván, ha benne vagyok, akkor kimegyek belőle. Ha használja valami, akkor azt, ami használja, leállítom. Ha van benne valami, és úgy döntöttem, hogy nincs rá szükség, akkor kitörlöm, és persze csak utána indulok neki. Na most, ha véletlenül ezt nem sikerült, ebben az esetben CD abszolút elérési útvonallal, vagy ugye CD mindenféle paraméterek nélkül, ami ugye visszarok téged a bejelentkezési könyvtárban. Én általában szoktam mondani, CD gyökérkönyvtár. Ha már a gyökérkönyvtár sincs, ha már a gyökérkönyvtárba se tudok bemenni, akkor úgyis nagyobb probléma van annál, mint hogy én itt lógok a levegőben. Azaz, akkor már nem érdekes, hogy itt hibát kapok. Sajnos elő-elő tud ilyen fordulni, még egyszer mondom, erőtesen rendszerfüggő, hogy egyáltalán találkozhatsz-e a problémával. Nyilvánvalóan, aki tudatosan dolgozik, az akkor sem, ha egyébként a probléma ténylegesen létezik az adott rendszernek. No, én úgy gondolom, hogy itt fogjuk most abba hagyni. Én órám szerint 10-26, javasolnék egy rövid 10 percnyi szünetet. És akkor itt fogjuk folytatni, nyilvánvalóan még mindig a fájkezelőt.